Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak, lássuk a fontosabb témákat. Közel 400-an igényeltek már fűtéstámogatást, a kéréseket továbbra is le lehet adni a szociális osztályon. Látogatóba érkezett stúdiónkba Gál Dorka, édesanyja mesélt a kislány legújabb megpróbáltatásairól. Aki szeptember végéig nem fizette terület, épület, illetve járműadóit, az kamatra számíthat. Számba veszik a legnagyobb zöldségeket, a legfinomabb házi termékeket, és adakozni is lehet a gazdanapi vásáron. Az elmúlt két hét folyamán közel 400-an igényeltek fűtéstámogatást városunkban, ebből 240 központi, 120 fa, 10 pedig gázzal való fűtésre. Mint arról már hírtattunk, idén minden fűtéstípus esetén a kérelmezési dossziét az önkormányzat szociális osztályán kell leadni. Október utolsó napjaitól igényelhető a fűtéstámogatás, sokan már éltek is a lehetőséggel, a szociális iroda munkatársai pedig továbbra is fogadják a városlakókat. A támogatáshoz szükséges formanyomtatvány a helyszínen vagy az Esztár irodájában is megtalálható, magyar nyelven is. Ide évben is a fűtésidény beköszöntével elkezdődött a fűtéstámogatási igénylések begyűjtése az önkormányzat szociális osztályán a Kárpátok utca 5-7 szám alatt. Ebben az irodában kell az idei évtől mindenféle igénylést leadni, legyen az fafűtés, elektromos árammal való fűtés, gázzal való fűtés, vagy akár távfűtés. Arra kérjük minden esetben az igénylőket, hogy nagyon alaposan és nagyon figyelmesen olvassák el az igénylési űrlapot, és pontosan töltsék ki minden adatra odafigyelve. Minden esetben mellékeljenek minden típusú jövedelemigazolást és mindenféle család összetételre vonatkozó igazolást, hiszen ezek azok az igazoló dokumentumok, amelyekkel bizonyítják, hogy minden, amit az űrlapon bejelentettek, az valós és a reális helyzetnek megfelelő. Nagyon fontos, hogy valós adatokkal töltsék ki az igénylést, és amennyiben a fűtésidény alatt változás történik, azt is jelentsék. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy vissza kell fizetni a támogatást. Nagyon fontos az, hogy a feltételek nem változtak a tavalyhoz képest, továbbra is kizáró ok az, hogyha valakinek 3000 lejnél nagyobb banki betétje van, hogyha 10 évnél fiatalabb jármű van a birtokában, vagy akár 10 évnél idősebb, de 2-3 jármű van a birtokában, adott esetben, hogyha 2 lakás szerepel a nevén, illetve mindazok az egyéb részfeltételek, amelyeket már a tavalyi évben is kiközöltünk. Adott esetben javasolt az űrlap kitöltését egyenesen a 11. oldallal kezdeni, hiszen itt szerepelnek mindazok a javak, amelyeknek a birtoklása kizáró oknak számít, és különösen azért is hívjuk fel az igénylők figyelmét az idén mindezekre, talán még jobban is, mint eddig, hiszen bizonyíték az, hogy az idei évben már 109 olyan család van, aki a tavalyi fűtésidényre kapott támogatást vissza kellett, hogy fizesse, mivel hogy utóbb kiderült ellenőrzések alkalmával, hogy nem valós adatok alapján töltötték ki az űrlapot. Amennyiben a feltételeknek való meg nem felelés a fűtés idény közben történt, valaki egy nagyobb összeget tett banki letétbe, vagy adott esetben jutott második lakáshoz, és ezt nem jelentette be, abban az esetben arra az időszakra kellett visszafizetni, amikortól ez a meg nem felelés életbe lépett, viszont akadnak olyanok is szép számmal, akik a teljes fűtés idényre kapott támogatást vissza kellett, hogy fizessék, mivel elfelejtettek, vagy pedig úgy gondolták, hogy nem fontos bejelölni azt, hogy a banki betét mekkora, pontosan ezért kizáró kritériumnak számított, adott esetben valamely információt nem pontosan közöltek. Az igénylés feltételei nem változtak az előző évhez képest, és ugyanazokat az igazoló dokumentumokat kell csatolni. Minden esetben az igénylés arra a lakcímre történhet, amelyre a személyazonossági igazolvány szól, adott esetben idéglenes lakhatási bizonylat, úgynevezett flottánt kell legyen az igénylő birtokában, és fontos az, hogy minden személynek, aki ugyanabban a háztartásban lakik, legyen az élettárs vagy akár nagyszülő, akivel egy háztartásban élnek, az igazoló dokumentumai és a jövedelme bele számít ezekbe az értékekbe. Kivételt képez a családi pótlék és az ösztöndíjak, akár szociális ösztöndíj, akár tanulmányi ösztöndíj, amit a gyermek kaphat az iskolából például, ezek a határértékekben nem számolódnak bele. Fafűtés és elektromos árammal való fűtés esetén a határérték 615 lej nettó jövedelem egy főre, legyen az egyedül élő személy, vagy pedig család.
Amennyiben távfűtésről van szó, 786 lej maximális egyfőre eső jövedelemmel lehet igényelni a támogatást családosok számára, egyedül élők számára pedig 1082 lej, ez a határérték. A fűtésidény 5 hónapjára igényelhető támogatás. Aki már novembertől meg szeretné kapni, annak is még van ideje letenni az igénylést. Az eddig beérkezett igényléseket el fogják bírálni és kielemzik a dokumentumokat. November 15-éig fontos, hogy leadják mindazok, akik már novembertől igényelnék a támogatást. Mindazok, akik ezt követően nyújtják be a kérelmezési dossziét, úgy, ahogyan az eddigi években is zajlott, megkaphatják a támogatást, amennyiben megfelelnek minden feltételnek, a leadástól számított következő hónapban. A szociális osztályon hétfőn, kedden és csütörtökön 9 és 15 óra között fogadják az igénylőket. Szerdán délutáni program is van, 11-től 18 óráig tartanak nyitva, pénteken pedig rövid nap van, 14 óráig van a nyitvatartás. Összefogtak a romániai magyar politikai szervezetek, és közösen kérik a székelyföldieket, hogy október 24-én szombaton este a történelmi régió 59 határtelepülése valamelyikén vegyenek részt az őrtűzgyújtó akcióban. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése mellé állt az összes hazai magyar politikai párt és szervezet, az RMDS, az MPP és az EMNP is jelentették be közös sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatójukon a szervezetek három széki vezetői. Újabb műtéten van túl a gyergyódítrói gáldorka. Levették a lábáról azt a készüléket, amely eddig csontjai nyújtására szolgált. Nem ért véget még a megpróbáltatások sora számára, rövidesen csípőműtét vár rá. Az eddigi anyagi segítségért nagyon hálás a család, és továbbra is számítanak a jó szándékúakra, hogy Dorka lábra állhasson. Kedves kis látogató érkezett stúdiónkba. A ditrói gáldorkát édesanyja hozta el hozzánk, hogy a kislánnyal legutóbb történtekről meséljen. Legutóbb nyáron mutattuk meg a kislányt nézőinknek, azóta nagy változás történt, levették lábáról az Ilizarov készüléket, amellyel csontjait nyújtották. Sajnos nem amiatt, hogy nem lenne már rá szükség, hanem azért, mert rövidesen egy csípőműtét vár Dorkára. A vele született csípőficam ugyanis mostanra már a gerincét is károsította, ezen kell mi hamarabb segíteni. Levették a készülékét, és mondta az orvos, hogy merettérde van, nem fogja tudni hallítgatni, és hogyha rááll, akkor fogja fájtatni nagyon. Levettek egy méretet, aztán majd fel fognak rakni egy sínt, ilyen gipssínt, azt mondták, és következőleg egy csípőműtét vár rá. Október 25-én már kint kell legyünk, 26-án műtik, és azt mondta az orvos, hogy lesz egy lemez, ami az 200 ezer forintba fog kerülni csak, és külön még a műtét, ami ilyen 300-400 ezerig így el fog kerülni. Dorkát egyre jobban megviselik a beavatkozások és az állandó kezelések. Ennek ellenére boldog, most élvezi, hogy a nehéz készülék nincs a lábán. Rá is állna, de nem szabad terhelnie a beteg lábát, ez elég sok fejtörést okoz most a családnak. Hát most, hogy a készüléket levették, boldogabb sokkal, felszabadult, jól mászkál, örül neki, nincs rajta az a súly a lábán. Próbál ráállni, de nem szabad, ugye, már ő abban a korban van, hogy kéne mászom, már minden, már menni is kellene, úgyhogy próbálkozik, de amúgy jó. A család igen hálás mindenkinek, aki a legkisebb összeggel is hozzájárult a kislány műtéteihez. A továbbiakban is számítanak a jó indulatukra, hiszen műtétek sorozata vár még Dorkára, ellenőrzésekre is rendszeresen Magyarországra kell utazniuk, az utógondozás is sok pénzt felemészt. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy mit segítettek, úgy gyergyói a boltosoknak, akiknek be vannak rakva a pénzek, és akik a bankszámlára is raktak, vagy ha raknak, és még mindig lenne szükségünk rá, hogy segítsenek, ugye ez egész 18 éves koráig kellene nekünk. Az október 26-ára programált csípőműtét több mint 500 ezer forintjába kerül majd a családnak előre láthatólag. Aki szeretne könnyíteni helyzetükön, adományait a boltokban elhelyezett urnába teheti, de banki átutalással is adakozhat a képernyőn látható bankszámla számra.
Hétfőn, október 19-én 9 órakor a Gyilkostó Hotel parkolójában várják találkozóra a kivitelező szakcég, a Toposzerviz képviselői, a 26-os kataszteri dűlőben érintett területtulajdonosokat és azokat, akik itt területet használnak. A dűlő az úgynevezett Likas egy részét foglalja magába, területe mintegy 324 hektár. A helyszíni méréskor feltétlenül legyen kéznél az igazoló dokumentum is, amelynek alapján a területen jogosult az illető. Az önkormányzat hangsúlyozza, a tulajdonosok közreműködése elengedhetetlen ahhoz, hogy a parcellázási tervek elkészítése gördülékenyen haladjon. Bővebb információkért forduljanak az önkormányzat kataszteri irodájához, vagy érdeklődjenek személyesen az ügyfélfogadóban. A fizikai és jogi személyek több mint 80%-a törlesztette terület és épületadóit Gyergyószentmiklóson. A járművekre vonatkozóan valamivel kevesebben törlesztették évi fizetnivalójukat. A határidő szeptember végén járt le. A helyi adók és illetékek befizetésének második határideje szeptember végén járt le. A befizetési statisztikát közleményben ismertette a polgármesteri hivatal. Eszerint a fizikai személyek épületadóikat 82,78%-ban törlesztették, jogi személyek ugyanennek 87,7%-ban tettek eleget. A területekre vonatkozó adók esetében 85,49%-ban tettek eleget kötelezettségeiknek a természetes személyek, míg a cégek vállalkozások 95,95%-ban. Külterületen található telekadókat összességében 89,94%-ban törlesztették az adófizetők. Valamivel kisebb százalékot mutat az adatbázis a járműadók befizetése kapcsán. Fizikai személyek 71,96%-ban, jogi személyek 74,84%-ban fizették be ezévi járműadójukat. A befizetések összességében több mint 4 millió 200 ezerre tesznek ki. Mindazok, akik március utolsó napjáig nem törlesztették évi adójuk felét, majd szeptember utolsó napjáig annak második részét is, az előírások értelmében havi 2%-os kamattal kell, hogy számoljanak minden nemű elmaradás után. Azokkal szemben, akik nagymértékű hátrálékot halmoztak fel, majd kétszeri kiértesítést követően sem hajlandóak eleget tenni adófizetői kötelezettségüknek, kényszerfelhajtási procedúra indul. Rendszerint az év végéig jelentősen változnak még a statisztikák, legtöbb gyergyószentmiklósi adófizető figyelmesen követi, hogy a kötelességének eleget tegyen, áll a polgármesteri hivatal közleményében. A pénzügyi osztály, valamint a pénztár hétfőn, kedden és csütörtökön 8 órától 15 óráig tart nyitva, szerdán 8 órától 18 óráig fogadják az ügyfeleket, pénteken pedig 8 órától 13 óráig. A képviselőház plénuma keddi ülésén a magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át. Az RMDSZ képviselői és szenátorai által idén tavasszal kezdeményezett törvény lehetővé teszi, hogy Romániában hivatalos úton is minden magyar lakta településen méltón megünnepelhessék a magyar nyelv napját, és kulturális eseményeket, programsorozatokat szervezhessenek. A törvény előírja, hogy az önkormányzatok pénzösszegeket különíthetnek el költségvetésükből a kulturális események lebonyolításának céljából, és a közszolgálati tévé és rádió beemelheti műsorrácsába az eseményekről szóló tudósításokat. Ugyanakkor a magyar tannyelvi iskolák ünnepélyes keretek között is megemlékezhetnek a magyar nyelv napjáról. Az orvosi hivatást tisztelik a legjobban Romániában, a tanári szakma pedig a második legmegbecsültebb. Az elismerés ellenére azonban egyre kevesebben helyeznék el gyermekeiket a pedagógiai pályán. Egy friss tanulmány szerint a szakmák terén ma is az orvosok örvendenek a legnagyobb elismerésnek. Őket a tanárok, kutatók, papok, programozók, ügyvédek, mérnökök és könyvelők követik. A híradónk által megkérdezett szociológus elmondta, hogy az emberek a foglalkozások hierarchiáját 4 szempont alapján állítják fel. Ez a hasznosságnak tudható be, tehát ez az a 4 szempont, tudás, kereset, hasznosság és hatalom, amely az emberek agyában megformál egy úgynevezett presztízs rangsort a szakmák között, és meglepő módon a fejlett társadalmakban ezek eléggé hasonlóak minden országban. A tanulmány szerint a tanárok iránti tisztelet egyre inkább csökken a felnőttek és fiatalok körében is.
Az általunk megkérdezett tanító azt mondja, a pedagógusok a nemzet napszámosai. Ez egy életpálya, amin a motiváció adja az erőt. A motiváció mindenképp szükséges, nem csak anyagi, tehát más támogatás is, szülők részéről, vezetőség részéről, tanfelügyelőség részéről. Mindenkinek jól esik, ha számba veszik, mindenki örül annak, hogyha értékelik a munkáját, és szeretik. A felmérésből az is kiderült, hogy 4-ből mindössze egy szülő bátorítaná a gyerekét a tanári pálya választására. Ez azzal magyarázható, hogy a társadalom értékrendjében a kereset fontossága előtérbe került, emiatt a tanári pálya, ha tiszteletben is részesül, mégis kevésbé vonzó az utánpótlás számára. A szaktárca válaszolt a civil szervezetek 2 héttel ezelőtti felkérésére, amelyben azt követelték, hogy a szexuális nevelést foglalják bele a tantervbe, és külön tantárgy keretében oktassák. Az egészségügyi minisztérium azt ígérte a civil szférának, hogy a kérdésről tárgyalást kezdeményez az oktatási minisztériummal, hogy egy hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki a szexuális nevelésre vonatkozóan, illetve hogy megteremtsék az új tantárgy bevezetésének jogi hátterét. Az egészségügyi minisztérium hangsúlyozza, hogy a szexuális nevelést fontosnak tartja a jövő generációk szempontjából, tekintettel arra, hogy Romániában a legmagasabb a 15 év alatt szülő nők aránya, illetve hogy a szexuális nevelés hatására a fiatalok könnyebben elkerülhetnének bizonyos betegségeket is. Már hagyományosan idén is megszervezi az önkormányzat az őszi gazdanapi sokadalmat és vásárt. A legnagyobb zöldségeket, gyümölcsöket keresik a szervezők, lesz kamra mustra és jótékonykodni is lehet. Szombaton tartják Gyergyószentmiklóson a már hagyományos őszi nagyvásárt, a gazdanapi sokadalmat, amelyre a városi zöldségpiacon és a szomszédos Meszes és Rózsák utcákban kerül sor. A sokadalom 10 órakor ünnepi köszöntővel és áldással veszi kezdetét. A hagyományokhoz híven idén is lesznek olyan rendezvények, amelyek az utóbbi években meg voltak rendezve, és pedig itt gondolok a helyi termékek vására, illetve a különféle kísérő rendezvényekre, a kis és nagy állatok vására, illetve a gyermekek számára főleg kis állatcsimogatási lehetőség van. Mindennek az a célja, hogy az állatvilágot közelebb hozzuk azokkal a fiatalokkal, azokkal a gyermekekkel, akik ezektől már a hétköznapokban távol állnak. Érdekességként lesz egy Kamra Mustra címen megnevezett és meghirdetett rendezvényünk, egy verseny, amely arról szól, hogy mindenki, háziasszony vagy bárki, akinek van saját eltett helyi jellegű és házi terméke, gondolok itt zakuszkára, befőtre, lekvára, savanyúságra, szalonnára, sajtra, vagy bármire, amit ezekből a kategóriákból készít valaki, azzal benevezhet, és mindezt szakmai zsűri, a Székely Konyha és a Szabadtűzi Lovagrend fogja elbírálni. Kikiáltjuk az idei év benevezettei közül a legízletesebb terméket a felsoroltak közül. Ugyanakkor előadások is lesznek, és pedig Jánosi Aliz a befőzési praktikákról fog előadást tartani, a különféle eltevésekről, és ugyanakkor a komposztálásról is a polgármesteri hivatal kertészmérnöke Ferenc Lehel fog előadást tartani annak fontosságáról, hogy a biohulladékot és egyáltalán a növényi jellegű hulladékot, amelyet szemétként kezelünk, mindannak milyen haszna van és milyen haszonnal bír. A Kamra Mustrára 8 órától a rendezvény helyszínén nevezhetnek a kistermelők, háziasszonyok, hobbi szakácsok. Az értékelésre szánt legalább 2 befőttes üveg vagy 15 dekagram termékkel és recepttel. Szintén reggel 8 órától várják a szervezők az óriás terményeket, amelyeket a helyszínen közszemlére tesznek, adataikat feljegyzik. A zöldségeket tulajdonosaik délben elvihetik. Aki nem szeretné hazavinni, az a terményszekeret gazdagíthatja vele, amely idén is a Szent Anna gyermekotthon lakóit fogja segíteni. A mezőgazdasági minisztérium épülete előtt állnak ma sztrájkőrséget a szarvasmarha tenyésztők, szakszervezetük elsősorban a pénzügyi segély és a kárpótlások kifizetését követeli. A szarvasmarha tenyésztők országos szövetsége azt kivogásolja,
hogy a tej felvásárlási árából származó veszteségért adott pénzügyi támogatást nem kapták meg, késnek a kifizetések, de azzal is elégedetlenek, hogy állattenyésztési ágazatból hiányoznak a mezőgazdasági politikák, illetve hogy az idei aszálykárok után járó kárpótlásban sem részesültek még az érintettek. Léteznek olyan emberek, akik valójában nem is léteznek. Emiatt nehéz megmondani, hogy pontosan hányan vannak, de felmérések szerint ezreknek, talán százezreknek nincs sem születési bizonyítványa, sem személy azonosságia Romániában. Bárányka Tibor 24 éves családapa. Él és létezik, ám ezt rettentő nehéz bizonyítania. Nincs semmi iratom, semmi egyáltalán. Három gyerekem van, itt vannak. Nincs semmi iratom. Esete nem egyedi. A Maros megyei Jedközségben a cigánysorként ismert utcarész lakói közül kevesen tudják bizonyítani létezésüket. Sem születési bizonyítványuk, sem személyi igazolványuk nincs. Van egy fiam, 16 éves, nincs bulletinje, nem is volt. A leányom 18 éves, van egy kislányos, egy fia. Neki is nincs. Hányan vagytok testvérek? Hetten. És senkinek nincs még papírja? Nincs. Alapvető emberi jog lenne a személyi azonosság, sok családban azonban generációkra visszamenőleg nem igazolja a papír az életet. Maros megyében jelenleg 500 olyan személyt tartanak nyilván, akik hivatalosan nem léteznek. Ők a szerencsésebbek, mert már szerepelnek ezen a listán. Dacă nu se înregistrează nașterea în termenul legal. Ha nem jelentik be a törvényes határidőn belül, mindjárt a születés után vagy a következő egy évben, a procedúra sokkal nehezebben megy. A kéréseket az illetékes hatóságokhoz kell leadni. Nehézkes és lassú az eljárás, pedig amíg nincs meg a papír, még az alapvető jogaival sem élhet az illető. În acest timp, practic, persoana nu are o identitate și nu poate beneficia de drepturile care îi se cuvin. Nem kaphat egészségügyi ellátást, szociális segélyt, nem részesülhet ingyenes oktatásban, és törvényesen munkát sem kaphat. Törvényessé tenni a létet nem lehetetlen. Ebben a helyzetben viszont segítség nélkül mondhatni az, hiszen az érintettek többsége még írni sem tud. Lássuk még egyszer röviden, mi mindent láttak a mai napszemlében. Közel 400-an igényeltek már fűtéstámogatást, a kéréseket továbbra is le lehet adni a szociális osztályon. Látogatóba érkezett stúdiónkba Gál Dorka, édesanyja mesélt a kislány legújabb megpróbáltatásairól. Aki szeptember végéig nem fizette terület, épület, illetve járműadóit, az kamatra számíthat. Számba veszik a legnagyobb zöldségeket, a legfinomabb házi termékeket, és adakozni is lehet a gazdanapi vásáron. Ez volt a napszemle, most egy kis reklám, aztán a látogatóval folytatjuk. Viszontlátásra holnap!